három teljesen különböző dolgot mondanék. Az egyik, hogy a Mephisto című film után, amelyben nagyon jól dolgoztunk mindannyian együtt, Klaus Mária Brandauerrel, és a befejezés után azt mondta a Brandauer, hogy milyen jó lenne még egy filmet csinálni. Arra gondoltam, hogy lehetne egy olyan témát találni, ami minket is érdekel, és őt, ő ugye osztrák, tehát valami olyasmit kerestem, ami az osztrák-magyar monarchiával kapcsolatos, és egy olyan főhőst, aki az ő tehetségéhez megfelelő karakterű, tehát az a kettősség, az ambivalencia, ami belőle árad, hogy a néző sokszor nem tudja, hogy szeresse vagy ne, azért mégis sokszor azonosulni is tud vele, sokszor nem. Tehát hogy lehet egy ilyen karakter találni, és így került elém Egon Erwin Kiss írása Rédl ezredesről. Ez egy valóságos eset volt az első világháború előtt, és lényegében a Brandauer számára írtuk ezt a forgatókönyvet. Természetesen ez nem elég ahhoz, hogy egy film elkészüljön. Az volt a fontos számunkra, azért beszélek többes számban, mert Dobai Péterről és Koltai Lajosról is beszélek olyankor, amikor egy ilyen film elkészítéséről és egy filmmel kapcsolatos döntésekről beszélek, hiszen ők az alapvető alkotótársak, és természetesen annak a három filmnek az esetében, ami a Mephisto, a Rédl ezredes és a Hanuszent Brandauerről is beszélek, tehát végülis négyen vagyunk ebben a történetben alapvetően érdekeltek, nem beszélve a többi munkatársról, akik szintén a tehetségüket beleadták ebbe a munkába. Szóval, hogy mi az, ami még érdekes számunkra, mi az, ami még fontos a számunkra. Teljesen egyértelmű, hogy Rédl ezredes pere, Rédl ezredes úgynevezett árulásának a pere, az politikai hátterű dolog, és ebben mi azért, a mi generációnk és a szüleink generációja eléggé otthon van, mert a magyar történelem produkált a 20. század során egy-két olyan politikai pert, amely valamilyen politikai cél érdekében lett bírósági történet, vagy ha nem is jutott el a bíróságig, akkor is valamiféle politikai per volt. Ez alapvetően érdekelt, amikor a film elkészült, akkor meg is vádoltak avval, hogy ez a rajkper megfilmesítése valamiféle kosztümben. Természetesen ez nem egészen így van, vagy egyáltalán nincs így, de ez felmerült. A másik dolog, ami érdekes volt, az ilyen konstruált pereken túl, amelyeket a közép-európai történelem, nem csak a magyar történelem, a cseh, a lengyel történelemet is produkált. A másik dolog az pedig a hűség egyfajta ideológiához, egyfajta szemléletmódhoz, amely sokszor ad az embereknek, sokszor kényszeríti az embereket. Rédl ezredes gyerekkorában egy szegény kis iskolából tehetséges gyerek lévén került egyre jobb iskolákba, és egyértelműen a tudomására hozták, hogy ezt a császárnak, Ferenc Józsefnek köszönheti. És azt, hogy ő kiemelkedett abból a világból, egy szegény vasutas világából, és a monarchia legszéléről, egy rutin világból, azt ő egyértelműen Ferenc Józsefnek tulajdonította, tehát egész életében Ferenc Józsefhez és a monarchia ideológiájához volt hű, és annak volt hálás.
mindent azért tett, minden lépése, minden gondolata, minden cselekedete mögött a császárhoz és a monarchia ideológiájához való hűség vezette. A baj akkor kezdődik, amikor ez az ideológia, a monarchia ideológiája árulja el őt, és akkor tehetetlenné válik. Körülbelül erről szól a történet, és én azt hiszem, hogy nem igazán jó dolog, hogy egy rendező előre elmondja, hogy mit kell nézni a moziban. Nézzenek egy történetet, ami önöknek vagy tetszik, majd vagy nem tetszik, és próbáljanak együtt utazni Rédlezedes történetével, és felejtsék el, amit én mondtam. Köszönöm. Nem fogjuk elfelejteni, sőt, nagyon köszönjük ezt a szép bevezetőt. Még egyszer köszönöm Szabó Istvánnak, hogy eljött hozzánk, önöknek pedig legyen szép estéjük, és szokás szerint utána beszélgethetünk a vetítés után még a filmből. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.